Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Hogy rohan az idő, és már itt van év vége, hamarosan indul az új esztendő. Ez egy átmeneti időszak, nagyon varázslatos és misztikus. Úgy szokták mondani, ezeken a napokon a szellemek uralkodnak. Persze vannak jó szellemek, és vannak rossz szellemek is. Én ezeken a napokon szertartásokat tartok, hogy elüldözzük a rossz szellemeket, és hogy szerencsénk legyen jövő évben. Én karácsonykor indítok, tehát december 25-én a szertartások eltartanak január 5-éig. Minden nap kihat egy hónapra. December 25-e kihat január hónapra. December 26-a kihat február hónapra, és így tovább. Tehát minden szertartás szerencsét hoz egy bizonyos hónapra. Azon kívül minden szertartásnál, tehát minden napon van egy más téma, ami érint bennünket, kihat az életünkre, kihat a sors utunkra, és ezeknél a témáknál a szertartás szintén szerencsét hoz. Feljelölheted magadat e-mailen keresztül ezekre a szertartásokra. A díjam szertartásonként 4000 forint. És most megtekintjük azt, hogy melyik napon, melyik hónap hat, és melyik témák hatnak ki ránk. Év végén és jövő év elején vannak ezek a misztikus éjszakák, a szellemek éjszakái. Minden nap kihat egy hónapra. Úgy, ahogy ezt a napot átéljük, ezt az energiát átvisszük jövő évre. A mai nap az december 29-e, és kihat május hónapra. Itt nem csak erről az energiáról van szó, ahogy átéled december 29-ét, úgy fogod átélni május hónapot, hanem kihat bizonyos témákra is. December 29-én tartok egy szertartás. Ez segít abban, hogy jövőre májusban szerencsét legyen, vagy kihat bizonyos témákra is. Ez a szertartás óv attól, hogy veszteség legyen, anyagi veszteség, vagy segít abban, hogy ne veszítsd el a munkádat, vagy ne veszítsd el a lelki társadat, vagy társnődet. Itt, ezen a napon, azon kívül május hónapban az a fő téma, hogy meglegyen a stabil párkapcsolat, legyen egy biztos munkahely, legyenek nyeremények, hiszen itt anyagiakról van szó, és a biztonságról, a biztonság érzetéről minden életterületen. Azon kívül ez a szertartás segít abban is, hogy mindazt megkapd az élettől, ami fontos számodra, ami értékes számodra. Ez az energia és ez a szertartás különösen az anyagiakat illetően segít. Ami az érzelmeinket illeti, ez a szertartás segít abban is,
hogy áttegyük magunkat a félelmeken, a bizonytalanságokon, és hogy ne legyen féltékenység. Mint mindig, ennek a szertartásnak is van gyógyító ereje torokgyulladásoknál vagy fülfájásoknál. A nap energiája, ez az erő, az jelenti a nyereményeket vagy a biztonság érzetét. És ebben tudok nektek segíteni. Kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Tenderá!